mai nap két dolgot fogunk megnézni. Egyrészt egy kis házi tuningot, másrészt pedig üzemanyagot fogunk tesztelni. E10-est, E5-öst, E100-ast, és van egy Aspen nevű alkilezett benzin, amire a gyártó 4 év garanciát, eltarthatóságot vállal. A videó első fejében kéttés olajat fogunk keverni. Én ezt a kétfajta kéttés olajat használom. Az egyik a Fuchs, a másik pedig a Mototec. A lényeg igazából, hogy full szintetikus Jasó FD-nek megfelelő olaj legyen. A többi igazából lényegtelen, hogy ki gyártja. Nekem ez a kettő vált be. És ezt a kettőt fogjuk most úgy megkeverni, hogy molibdén diszulfátot teszünk bele, valamint wolfram diszulfátot. Aki régebb óta jártas ebbe a különböző üzemanyagokba és adalékolásokban, az valószínűleg ismeri a Fimol nevű adalékot, ez egy magyar gyártó, Magyarországon gyártják, ahol egy alapolajba molibdén diszulfátot kevernek bele. 3% volt régen, engem most meglepett, hogy 2,5%-ot rak csak bele a gyártó, mikor megkérdeztem tőle, hogy miért, azt mondta, hogy különböző Európai Uniós előírások, és így tudott forgalomban maradni, hogy 2,5%-ra csökkentették le. Na most jöjjön egy kis számolás. Na, tehát akkor van egy Fimol nevű anyagunk, amiben 3% volt a molibdén diszulfát. Tételezzük fel, hogy spóroltak vele egy kicsit, számoljunk mi 5-tel, és mi tegyünk bele 5-öt. Az azt jelenti, hogy a gyártó előírása szerint 30 literbe kell 25 milliliter Fimol, hogyha ezt átszámoljuk az 5%-kal, akkor az ki fog jönni 1,25 milliliterre. Mivel mi most 1 literes olajokba fogjuk belekeverni a molibdén diszulfátot, és azzal kalkulálunk, hogy a későbbiekben ezt fogjuk használni, és 40-es keverékkel számolunk, az azt jelenti, hogy az 1 liter az majd 40 liter üzemanyagba fog belekerülni, és itt kéne nekünk megtudni, hogy akkor hány milliliter kell. Ez teljesen egyszerűen 40 szorozva 1,25-tel, és elosztjuk a 30-szal. És ez ki fog jönni, azt mondja, hogy 40 szer 1,25 osztva 30-szal. 1,66 milliliter, tehát ugyanannyi köbcentiméter is. Na most, ami nagyon fontos, a piacon elég sok helyen be lehet szerezni ezt a molibdén diszulfátot, viszont nagyon sok helyen ilyen 80-100 mikronra van leőrölve. Amivel az a gond, hogy az már túl nagy, tehát egyrészt a 150 mikronos olajszűrőbe is problémát jelhet, hogyha valaki olajba rakja bele, tehát 4 ütemű autó olajzásába, 2 üteműnél pedig a karburátorba jelenthetnek a nagyobb dolgok. Itt 4-5 mikronos ez a molibdén diszulfát, amit én fogok használni. Ugyanebből indulunk ki, a másik az a wolfram diszulfát, ez 50 milli van ebben a pici tégelyben. Azt mondják, hogy ez a világ legcsúszósabb anyaga, tehát még jobb, mint a molibdén diszulfát. Ha valakit érdekelnek ezek a dolgok, jobban utána tud olvasni, én ebben most nem akarok belemenni. Ez is nagyon finomra van őrölve, tehát nekünk jó. Na most kettőt fogunk csinálni. Itt az elfet be fogjuk keverni majd a molibdén diszulfáttal, és a Fuchsot, az pedig a wolfram diszulfáttal. Van nekem itthon egy ilyen 1 milliliteres fecskendőm, elég nagy lyukkal. Hát megpróbáljuk azt, hogy ebbe felszívom a port, ugye nekem 1,6 milliliter kell, tehát minimum 2-szer kell felszívnom. Megnézzük. Én se bontottam még ki, tehát... Aha. És megnézzük, hogy fel tudom-e szívni. Aha. Hát nem. Na van nekem egy ilyen 3 milliliteres, tehát 3 köbcentiméteres fecskendőm, amit szépen megpróbálok ugye ezzel megtölteni annyira, hogy eléri az 1,6-ot, és akkor elvileg egy lépésben meg is vagyok.
Uh-huh. Ott is van. És akkor ezt szépen beletöltjük. Alapvetően ez piros, ez a... Aha, nem lehet kinyomni. Akkor viszont teljesen egyszerűen megfordítjuk. És így tesszük bele. Szépen ki is jött. Elvileg ott van benne. Nem tudom mennyire látszik. Mert gyorsan rárakjuk a kupakot, még mielőtt kiborítanánk. Elég kiadós lesz, ahogy elnézem, úgyhogy valószínű majd az autóba is teszek belőle. Tehát ebbe beleraktuk. Mint láttátok, ilyen szép piros volt. És megnézzük, hogy milyen színű lett. Nagyon nem színezte meg, bár az látszik, hogy azon túl, hogy habos, azért valamennyire szürke lett. Tehát ezt jól össze kell még rázni. De elvileg így kell. És akkor most keverjük be a másikat, a molibdéni fosfátot. Igazából ebből a tasakból szerintem van, mert nehezebb lesz majd szépen kimérnem azt a mennyiséget, ami kell nekem, de... Hú, ugye... Kuk. Azt se bánnám, ha látom. Jó vagyunk, kicsit felrakom a lámpa felé, ne haragudjatok, kijövök, aha, ez még nem elég. Megint megnézem a lámpa felé, aha, most tartok pont 1 millinél, tehát 1 köbcentiméternél. Sajnos sok mellé is megy, de megnézem, hol állok. Aha, de ez most lesz jó. És akkor szépen bekeverjük ezt is. A változatosság kedvéért ez gyárilag kék, de előző piros volt. Bele, ott van. Várja, így inkább. És akkor szépen felrázzuk ezt is.
És elvileg meg is vagyunk. És akkor most jön az a része, hogy két ütemű készre kevert üzemanyagokat fogunk tesztelni. Mostanában elég nagy vízhangja meg, hogy úgy mondjam, nagy vita téma ez az új E10-es bevezetés, hogy hogy romlik meg a kisgépekbe, hogy nem romlik meg. Ezt majd meglátjuk. Amit én fogok csinálni, a 100-as benzin, az egyiket a molibdén diszulfáttal, a másikat pedig a wolfram diszulfáttal. A harmadikat pedig ugye egy készre kevert, plusz teszek bele ezt a fuelfitet. Ez egy igazából egy ilyen adalékanyag, amitől hosszabb ideig megőrzi a minőségét az üzemanyag. Ugyanezt eljátsszuk E10-essel, itt lesz egy referencia anyag is, E10 mindenfajta keverés nélkül, és utána eljátsszuk E5-össel is. És itt is van egy referencia. Az utolsó, ez a nagyon tiszta, ez pedig egy ilyen alkilezett benzin, 4 ütemű, tehát ez se lesz bekeverve, és megnézzük, hogy hogy fog változni egy fél év alatt ezeknek az anyagoknak a minősége, mi válik ki bőle, mi ülepszik ki, meglátjuk. Tehát ez a videóban nem lesz eredmény, ebben azt mutatom meg, hogy hogyan készül. Ha valakit érdekel, akkor fel tud iratkozni, és amint kész van az eredményről készült videó, meg fogja kapni, és akkor első kézből értesül, hogy mi lett az eredmény. Kezdjük először a molibdén diszulfátossal. Ugye másfél deci van minden egyes üvegbe, tehát hogyha mondjuk keverjük most 50-re, akkor az egy laza matek után úgy néz ki, hogy 3 ml. Akkor ez 12-es, akkor ez pont 3 darabba lesz, elég 2-t kell felszívnom. De látszik, hogy megszínezi ez a molibdén diszulfát. És most vagyunk 12-nél, megtöröljük a végét. Úgy. És akkor szép óvatosan mindegybe beleteszünk 3-at. És az előbb rosszul mondtam, hogy értem, hogy 4 darabba lesz elég. És ott van még. Azt látjuk, hogy elég szépen keveredik. Elvileg a kékkel, a molibdén diszulfáttal meg vagyunk. És akkor nézzük, amelyikbe kell a fuelfit, ebbe, tehát 3 darabba. A fuelfit azt írja, hogy 100 ml-t tegyünk 10 literbe, és így 3 évig áll el az üzemanyag. Az azt jelenti, hogy nekünk akkor könnyű számolni, mert nekünk másfél decink van, az akkor azt jelenti, hogy másfél milliliter kell egy darab ilyen üvegbe. Na, akkor kezdjük. Ahogy beleférjek, raktam rá egy kis injekciós tűt, le kell nyomni a kupakját és úgy kell felszívni. Tehát 3-ba akarok rakni, 3-szor másfél, az 4,5. Mint a doktornéni. Hogy. Már kicsit több is lett. Akkor
akkor ebbe kell a fuel fit. Körülbelül megpróbálom három felé osztani. Ebbe is teszünk. Úgy. És a maradékot pedig beletesszük ebbe. Kész. És akkor nem marad más, mint rárakni a kupakokat. És akkor igazából három üvegünk maradt, amiben belerakjuk a Wolfram-i szulfátot. Az egyik 100-as, E10-es és E5-ös. Három köbcentit raktunk ugye darabonként. Ezen is szépen látszik, nem, hogy megszínezi. Úgy. És akkor kell nekünk 9. És kész. Ami rögtön nekem itt feltűnik, hogy az E5-ös és az E10-es nagyon szépen pirosra színezte, míg az E100-asban mintha nem annyira akarna keveredni. De mindjárt nézzük. Aha. Az E100-as üzemanyagban mintha kivált volna. Valamennyire itt is. Tehát ebből is látszik, hogy minden használat előtt össze kell rázni a kannát, amiből a két ütemű üzemanyagot tartjuk, mert akkor keveredik össze teljesen. Na kész. Viszont a színén még így is látszik, hogy az E100-as egész máshogy néz ki, pedig most már elkeveredett benne. Na és akkor, mint látjátok, mindegyiket szépen lefigetelő szalagoztam, hogy semmifajta levegő ne jusson be, meg természetesen pára se ki. Úgy tervezem, hogy fél év múlva újra meg fogom nézni, hogy hogy állnak az egyes üvegek, melyikben mi változott. Ha nem akarsz lemaradni az eredményről, akkor iratkozz fel, és nyomj egy kis harangot a feliratkozás gomb mellett, hogy megkapd az eredményről szóló videót. És akkor szépen minden felkerült a polcra. This channel Gerda Tractors. Thank you for attention. Do not forget subscribe to my channel.